Magyarország leghosszabb exatlon pályája a Nyíregyházi arénában. Mintegy 500 örök mozgó ugrálja végig az akadályokat, a gyakorlás után pedig a verseny sem maradhat el. Készen álltok! Bekészül! És rajt! Na gyerünk! A legkisebbektől a legnagyobbakig itt szinte mindenki rendszeresen sportol, nem csak a nyári szünetben, hanem iskolaidőben is. Én nagyon szeretek sportolni, egyrészt most kézilabdázok és jégkorongozok. Azért jöttem ebbe a táborba, hogy hát kipróbáljak ilyen-olyan sportokat, és hát, hogy elfáradjak a mai napokban, meg a nyári szünetben. Jiu-jitsu sportolok, és nagyon szeretem. És miért jöttél ebbe a táborba? Azért, mert itt sportolni lehet. A sport és élménytábort negyedik éve indították a szervezők, céljuk pedig természetesen a mozgás népszerűsítése. A fő irányvonal a sport, itt megismerkedhetnek több labdajátékkal is a gyerekek, szakképzett kollégáim, edzőink segítségével, és olyan élményelemekkel gazdagítjuk a tábor színvonalát, amit itt a háttérben is látható, az ország leghosszabb exatlon pályáját is elhoztuk a gyerekeknek, ez ismerős már a nyíregyháziaknak, de én azt gondolom, hogy mindig egy új színfoltja a táboroknak és a rendezvényeknek is. Ilyenkor láttátok, fölfelé néz. Annyi rutin már van benne, hogy tudja, hogy ilyenkor le kéne, hogy essen valami, de most nem esik le semmi. Ez pedig már egy vadászkutyás bemutató. Mozogni ebben a táborban is lehet. A szervezők célja azonban, hogy közelebb hozzák az állatok, elsősorban pedig a kutyák szeretetét a gyerekekhez. Ebben fontos szerepük van a tábor állandó résztvevőinek. A négylábúak közül többen hivatásos segítők. Minden nap van egy kutyás vendégünk, most például egy vadászkutya bemutatót láthatunk, tegnap agility bemutató volt, lesz és volt is már vakvezető kutyával vendégünk, illetve őrzővédő bemutató lesz, és a tábor teljes ideje alatt jelen vannak a Nyíregyházi Segítő Kutya Alapítvány vizsgázott terápiás kutyái, illetve terápiás tanuló kutyáink. A kütyűmentes napokat a gyerekek is szeretik. Sokan évről évre visszajárnak ide. Nagyon jó a közösség, és sok dolgot meg lehet tudni a kutyákról, és sokat jönnek hozzánk vendégek is, például most is vadászok vannak itt, és nagyon jó dolgokat lehet ebbe a táborba csinálni, úgyhogy mi nagyon szeretjük. Te hanyadik éve vagy itt? Most vagyok itt másodjára, és az a jó ebbe szerintem, hogy vannak programok, és így nem tudunk unatkozni, és sok mindent megtudunk az állatokról. Nagyon jó ez a tábor, harmadik éve járok ide, és nagyon okosak a kutyák, és szeretek ide járni. Egy biztos, az élménytáborokban az egyhetes turnusok alatt sokszor akár egész évre vagy életre szóló élményekkel is gazdagodhatnak a gyerekek.